gondolod, hogy a reggel csak szürke és lehangoló lehet? Tévedsz! Ez itt a Forrás Café! Jókedvű beszélgetések és érdekes témák minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig Ölvedi Rékával és Borsodi Imrével! Jó reggelt kívánunk, és hát itt is vagyunk Rékával ezen a gyönyörű szép napon. Réka, hogy telik ez a reggel neked? Mi újság? Nagyon jól telik, itt vagyok, úgyhogy megérkeztem. Szia, Imi! És te valamit keresgélsz, hogy nem tudom, szeded össze magad. Há, megvan! Megvan, sikerült! Megvan a hangod is, jól van. Itt lettem szerelve teljesen, és mostanra sikerült összehozni, hogy itt legyek veletek, most már hallok én is. Jól van, na, hát mindenki hall, akkor mindenkit, úgy tűnik, és hát lassan lehet ébredezni, 6 óra 3 perc van. Szerda van, kicsit, még totál kómás, nem is kicsit, még totál kómás vagyok, a feliratom mondjuk szintén ilyen totál, de az másra utal, hogy ugye mindent meg tudsz csinálni, és akkor hajrá. Hát ezzel így bíztattam magam, úgy érzem, hogy most így a hét közepe az nekem valahogy így a vége felé van már, vagy nem is tudom, jó, teljes káosz. Most, még mindig ez a hétvége zsibog a fejemben. Nem tudom, hogy akik részt vettek szórakozás szempontjából ezen a hétvégén, ők is még ilyen tök kómásak, jelezzetek már vissza, mert én még mindig nem térek magamhoz. Figyelj, szerintem nálad nem ez van most benne a pakliban. Itt az van, drága Rékám, hogy neked még két nap van ebből a hétből, és utána két hétre te hova mész? Szesel? Meg a Maldívra, Balira is fogok menni. Nagyon jó. És a Hawaii-szigeteken fogok időzni. Lois Rottyon táskádat magadra kapod, és mész. Igen, csak egy táska, és hát a többire úgy sincs szükség. Ja. Bankkártya van. Reptéren vár a Bugatti, mi ezt? Persze, kicsit megbugatjuk. Megbugatjátok. Igen, hát majdnem ilyen kis vakáció előtt állok, de igen, hát már egy kicsit várom. Na, igen, de te is nagyon várod. Mit várok én, Réka? Hát, mert annyira ráfeszültél a két hétre, mert itt beizítottad a csajokat, úgyhogy nagy ilyen jövés belés lesz. Figyelj. Andi után jön a Laura után újra jön Andi. Hát ennyi, szervezkedni kell, hogy a drága hallgatók ne csak az én csengő-bongó hangomat hallják minden reggel, hanem legyen mellettem valaki, akivel el tudunk itt beszélgetni az élet nagy dolgairól. Képzeld el, hogy Panna is bejelentkezett már korán hajnalban, hogy velünk álmodott, hogy nem lesz adás két hétig. Nyugi Panna, adás lesz, nem abban a minőségben, mint amiben megszoktátok, hanem kicsit más minőségben, de itt leszünk veletek, ezt én megmondom most itt, tutira frankóra. Igen, mindenképpen bízhatsz bennünk, hiszen a Forrás Rádió mindig veled van, hát ezt, hogyha álmodból is fölvernek, akkor is tudod ezt az infót, mert hát ez persze, hogy így van, non-stop így van, számíthattok ránk, illetve hát leginkább majd Imire számíthattok a következő két hétben. Igen, nézem a közlekedési információk szempontjából, hogy mi az ábra. Kérem szépen, a május 1-e úton Tatán eléggé be van pirulva itt a körforgalom. Mit mondtál neki, hogy elpirul? Előtti. Hát, tudok én olyan dolgokat mondani időnként. Illetve bajon is látok némi piroskodást itten. Az a jó ebben az egészben, hogy az utca nevét azt nem látom, mert azt nem írja a térképünk, de hogy baj, a Tóvárosi utca alatt kettővel ott kicsit be van pirulva az út. Na de lényeg, hogy egyébként más közlekedési eseményt én jelenleg nem látok. Drága hallgatóink, ti írjátok meg, hogyha van valami olyan infótok, ami érdekes lehet a mi számunkra. És hát meleg lesz ma is, és ahogy Andi is mondta a hírekben, ezen meg is voltam teljesen döbbenve, hogy a 20. század meg a 21. század együttesen, talán vagy valami ilyesmit mondott Andi, az 5. legmelegebb év az idei, és minden hónapban egy-egy fokkal melegebb van, mint az a megszokott. Úgyhogy... És ezen meglepődtél? Hát már mióta ezt nem mondják, kántálják, hogy melegszik, felmelegedés van, ajajajajajajajaj. Hát nem? Hát ez, igen. Ez egy most ilyen dolog. A bőröd. De hát ezt eddig is éreztük azért az, hogy a jégtakaró olvad azért az elvitathatatlan. Igazán pozitív reggelt készítettünk elő. Hát akkor mondok egy kis pozitív dolgot, mert hogy nagyon jó nyári idő jön a következő napokban. Igaz, hogy ma reggel egy picit fáztam, megmondom őszintén, de másokat is láttam, hogy azért egy kicsit felöltöztek legalább felülre, de ezt majd le lehet ám venni, 26 fokos csúcshőmérséklet lesz
lesz a mai napon, hát ilyen kellemes nyári meleg, de aztán a hétvége megint bedurvul, nagyon úgy tűnik, 33 fokig fog vasárnap felkúszni a hőmérő. Üha. És hát ez egy ilyen folyamatos felmelegedés lesz, és a következő hét, hát persze tudni kell, mikor szabadságra menni, szóval, hogy 34 fok várható majd így jövő hétre, így átlagosan. Nagyon jól hangzik ez, mindazoknak, akik ezt ki fogják tudni használni. Nem, ez nem fáj, csak bánt. Na jó, drága de hallgató. Neked van klímád. Nekem meg nem lesz klíma, amikor bicajozom. Annyira tudod, sajnálok. Akkor fogok így szenvedni. Várj, majd elmorzsolok egy könycseppet. Na jó, drága hallgatók, zenélünk egy kicsit. SMS és Viber számunk 0-20-97-8-97-8-5, és aztán megnézzük, hogy kik ünneplik ma a névnapjukat, meg a születésnapjukat, meg úgy általában mit kell ma ünnepelni. Maradjatok velünk. Forrás Café. A csúcsforgalomban feldob, munkában felpörget. Hát, hogy a múltunk ne felejtődjön el, ezért jön a kalendárium 6 óra 16 meg lesz ez. Szóval 6 óra 16 perc van, és 7. hó 3-a. Na, akkor csak összeértek ezek a mondom számok. Én, hogy Szabin van már ez a csaj. Jó. Szóval a Kornélok ünnepelhetik ma a névnapjukat, úgyhogy Isten éltes a Simon Kornélt is. A Kornél latin eredetű férfi név a Cornelius nemzetség névből származik, jelentése sonfa vagy szarv, női párja pedig a Kornélia, mély meglepő módon. A Soma is ünnepelhet ma. A Som növény nevéből származó régi magyar személynévről van szó. Úgyhogy Kornélok és Somák, boldog névnapot nektek! Soma nevű ismerősöm szerintem már most ünnepel. Boldog névnapot, így van, kedves Kornél, Kornélia és Somák. És ma világnapok Kornélián is vannak. Nem ünnepelnek, csak a Kornélok. Elnézést kérek. De aztán lehet, hogy a Kornéliánk is. Hát de csak az igazából a Kornél van. Igen, csak rendben. A női párja a Kornélia. Annyira figyelj, pontatlanul Kéline. Fogalmazok, lehet, hogy én is szabadságon vagyok, bár a múlt héten már el akartak küldeni szabadságra. Üzenem drága hallgatónknak, hogy nem én fogok szabadságra menni, nem én vagyok a szerencsés egy, az a kiválasztott, hanem majd Réka. Na szóval, zacskómentes világnap van ma. Nem, uraim, ez nem nekünk szól. A civil kezdeményezésű környezettudatossági esemény globális méretű műanyag szennyezés bemutatásáról és a helyes hulladékgazdálkodásról szól, a PET palackok mellett a nylon zacskók csomagolások használatával gyártjuk a legtöbb hulladékot, amelyeket sokszor csak néhány percig, óráig használunk. Bezzeg nem mi magyarok, mert mi ugye a zacskót is zacskóba tesszük, hogy legyen hozzá egy zacskónk. Minden háztartásban illik, hogy legyen egy zacskó, ami gyűjti a zacskók. Többi zacskónak. És már én se látok ki a zacskókból azon. De akkor ma kidobom, mert hogy zacskómentes világnap van. És ma is vannak híresebb szülöttek, például 1806-ban született Teleki Blanka grófnő pedagógus, a magyar nőnevelés úttörője. Néha nem ártana. Ja, hogy úgy? Ja, hogy nem? Aha, ja, hogy értem? Jó, 1883-ban. Na, hát örülné te annak. 1883-ban Franz Kafka csehországi német író ezen a napon született. És 1926-ban Rab Zsuzsa is. József Attila díjas magyar író, költő, műfordító, újságíró, az Író Szövetség választmányi tagja. 68 éves lett, 1956-ban született, tehát Rosta Sándor, magyar színész, az egyik legtöbbet szinkronizáló színészünk, több mint 2000 filmben szinkronizált Ed Harris és Steven Seagal magyar hangja. Legfőképp. És 62 éves, na én meg ezen rökönyödök meg, 62 éves lett Tom Cruise. Basztam mindenit. Oh, Golden Globe díjas amerikai színész, többszörös, ráadásul többszörösen, és filmproducer is egyben. A legsikeresebb hollywoodi filmsztárok között tartják számon. Ő az egyetlen színész, akinek az életrajzában 7 egymást követő 100 millió dollárt meghaladó bevételű film található. Az, hogyha összeszorzom, az 700 millió dollár. Wow! Na, azért a számokkal most már kezdek barátkozni. Szóval, hát igen, 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 azért érik támadások, elég sok, ugye, azzal kapcsolatban, hogy ő mit gondol jónak, meg egyéb ilyen dolgok, mit támogat, stb. Stb. Na de azért a koktél... Top Gun. És akkor még lehetne azért... Hát igen, ezek azért jelentős, jelentős filmek, ez elvitathatatlan tőle. Vagy a Top Gun. Jó, hát kinek mi a fontos, jó, hát ugye? Akkor ő még nagyon kis fiatal volt, mert nem sokat változott, nem sokat öregedett. Egyébként tényleg jól tartja magát a csóka. Vagy a plasztika, nem tudom. Szerintem ez inkább genetika nála.
Tikka-tikka, genetika. Na, menjünk tovább. Jó, és 60 éves lett a mai napon Joan Harris, angol írónő, Csokoládé című regénye tette őt híressé, amit 2000-ben Juliette Binoche és Johnny Depp főszereplésével filmesítettek meg. A Csokoládé, az is jó. Az is. És 46 éves lett Miló Viktória, többszörös magyar karate, kungfu és ökölvívó világbajnoknő. És a mai napon 37 esztendős Sebastian Vettel, aki minden versenye előtt bukósisakot vett fel. Jaj, ez nagyon rossz szó vicc volt, bocs, csak muszáj volt, hogy ez kiszakadjon belőlem. Szóval 37 éves Sebastian Vettel, német autóversenyző, négyszeres Formula 1 világbajnok, 2010, 2011, 2012, 2013-ban. Az egy jó széria volt. Egészen jó, igen, jó istálónál volt. 7 éves kora óta aktív a motorsportban, pályafutását 2006-ban a BMW Zaubernél kezdte, és az Aston Martin F1-es csapatánál fejezte be. 2008-ban az olasz nagydíjon a pole pozíció megszerzésével a legfiatalabb időmérő győztes, és nagydíj megnyerésével pedig a Formula 1 minden idők legfiatalabb futam győztese lett, egészen 2016-os spanyol nagydíjig, amikor is Max Verstappen megdöntötte a rekordját. 2015-re átigazolt a Ferrarihoz, 2021-től az Aston Martin pilótája, átvette Sergio Perez helyét, aki a kanadai Lance Stroll csapattársa lett. 2 évet volt az Astonban 2022-es visszavonulásáig, amikor is úgy döntött, hogy 16 szezon után befejezi ő a versenyzést. Hát szép életút, életfája. Ez egy szép karrier. 37 évesen ide eljutni, azért, na, még van egy évem. Eddig. És akkor be tudod pótolni egy év alatt? Semmit nem tudok bepótolni. Mert ma motorra jöttél, érezted, hogy be kell valamit pótolni. Ne, bepótolni nem akartam semmit. Mondjuk innen is üdvözlöm sok szeretettel azt az idősödő hölgyet, aki az útszélén mutogatva üdvözölt ma reggel. Oh. Édesanyám jól érzi magát, igen, köszöni szépen. Csak szeretném minden jó kívánságaimat tolmácsolni. Na, és lesz ma vendégünk majd. És van még egy szülinaposunk, egyik hallgatónk, Péter is ma ünnepli a születésnapját, úgyhogy neked is szól a köszöntés, kedves Péter, maradj velünk Péter továbbra boldog is. Boldog szülinapot. És majd akkor a rák horoszkópot ma ígérem, hogy én fogom felolvasni. Ez lesz a szülinapi ajándéka. Wow! Jó? Mit szólsz? Micsoda születésnapi ajándékok? Jó, nem, rendben semmi. Van. Úgyhogy ma te kezded a horoszkópot. Jó, oksi, rendben na, van, legyen dumáltuk. Így. És akkor lesz egy vendégünk is. Így van, 8 órakor érkezik majd hozzánk a telefon a másik végére. Zólyomi Zsolt, parfümőr, az ország egyik, ha nem ismertebb orra, akivel beszélgetünk egy kicsit az illatokról, szagokról, hogy is van ez. Azt hittem az orrformákról fogunk beszélgetni. Nem. Pisze vagy? Érdekes gondolat lenne ez is, hogy személyiség szempontjából, vagy horoszkóp szempontjából mit jelent, hogy kinek milyen orra van. Jaj, na mindegy, hagyjuk is a horoszkópot. Az orrok már árulkodtak ám, bizonyos méretekre lehet következtetni. Köszönöm szépen az információt. És meg húzogatod az orrodat át a megnő. Na jó. Az a Pinokiónak működött. Hazudj még, Pinokió, hazudj még. Jó, jövünk vissza rövidesen. Maradjatok velünk, most zenélünk egy picit, aztán itt vagyunk. Veletek egész reggel, Ölvedi Rékával. És Borsod Ivivel. Forráskafé. Erős, mint a monostori erőt falai Komáromnál. 2:02. Jó reggelt kívánunk nektek innen a stúdióból, a Forrás Káféval ébredtek, hogyha erre van beállítva a rádiótok, velem szemben Ölvedi Réka mosolyog nagy erőkkel, kint a híreknél pedig Hittaler Andi szolgáltatja nektek majd a ma reggel híreit, és pont arról beszélgetünk itt Rékával az imént, hogy kerestem neki egy telefonszámot, egy ismerősömnek a telefonszámát, hát van egy 3-4 ezer kontakt benne a telefonomba, és vannak olyan kontaktok, mint például Keszeges Feri, akiről nem tudom, hogy ki, nem tudom, hogy került a telefonomba, és nem tudom, miért került a telefonomba. A másik ilyen kontaktom az a tacskó ez fejű. Biztos valami átbulizott éjszakán hát, sikerült sanszos, elmenteni. Igen. Valami vízparton, hiszen Keszeges. egy réges-régi történet jut eszembe, és pont, hogy most volt a Vízene Virág Fesztivál, így beugrott ez a belső poénunk a haverokkal, hogy hát elmentünk ugye bulizni éjszaka, és az egyik koncerten ugye nagyon jó csajokkal buliztunk együtt, és akkor utána megittunk egy üdítőt, és elköszöntünk egymástól, és megszólalt az egyik haverom, hogy na jó van, akkor ez így jó volt,
most akkor menjünk el hátra keszegezni. Hát köszi ezt az élménybeszámolat. Nagyon szívesen. Ez jó volt. Összeszedtük a keszegeket. Után... Szóval, hogy neked vannak ilyen telefonszámok egyébként benne a telefonodban? Persze, példákat tudsz? Fú, példákat. Most nem. Így hirtelen jó. Nem, de majd mindjárt utána nézek. De amúgy jellemző nálam is ez, hogy hát valahogy ugye el kell menteni, tehát hogy valami támpontot kell adni. Igen, mert vannak például nagyon van, sok. Igen, Ádám uszoda az Ójomi, tehát hogy így tudjam kötni, hogy őt honnan ismerem az uszodából például. Tehát hogy ezeket így hozzá szoktuk kapcsolni, igen. Igen, van egy Instagram oldal egyébként, ami kifejezetten az ilyen megnevezésekre van specializálódva. Itt van például puha kezű fiú, öt kert. Várja, nekem van egy Álványos Gábor. Ágymelegítő Zsuzsa. Az jó, az jó. Olasz bontó, meg ilyenek. Szóval, hogy igen, ebbe belefutunk, és ez egyébként bosszantó is tud lenni, hogyha utána meg keresel egy telefonszámot a telefonodba, tudod, hogy megvolt, csak már nem emlékszel rá, hogy, és akkor jönnek veled szembe ezek az indokolatlan telószámok, hogy most ez ki, ez miért van elmentő az én telefonomba? Úgyhogy, ja, igen, ez így előfordul sok esetben. Szerintem kérdezzük meg a hallgatókat ma reggel, hogy nekik vannak ilyen poénosan elmentett nevek a telefonjukba, és tudják-e még egyáltalán, hogy ez kihez tartozik? Mit szólsz hozzá? Ez egy jó ötlet, én is közben természetesen nézegetem a telefonszámokat. Igen, gondolom, hogy most nagyon sokan elkezdték pörgetni a telefonjukat, vagy azt mondja, hogy itt van még, azt mondja, hogy pókhasú mérnök munkatárs. Sértett? Badacsonyi atya. Mindig vannak fontos telefonszámok. Na, amiket hát, hogyha valaki ellopja a telefonodat, legalább jókat fog kacagni ezeken az elmentett neveken. Mama feletti holland húsos ember. Vasas Lajos fia, motorozó srác. Igen. Szóval, hogy írjátok meg, drága hallgatók, hogy nektek vannak-e ilyen telefonszámaitok, amikről nem tudjátok, hogy mizu, hogy kihez tartozik, jó? Ezt mi megvárjuk, és jó alaposan megbeszéljük majd a folytatásban. Mondjuk ez az ágymelegítő Zsuzsa, fogalmam sincs, hogy került be, de ez így jobb, hogy az én telefonomban van, és mondjuk nem a páromé van, mert ott egy kicsit azért más, hogy lenne a történet befejezése, nem? Egy ilyen ágymelegítő Zsuzsát én is használnék nagyon szívesen, és már meg is indult a Viber falunk, jönnek itt az üzenetek, Zsóka már küldi is, burkolóvirág. Ez jó. És aztán írja Péter is, hogy sziasztok, nálam kötelező használni valami kiegészítőt a telefon névjegyzékében, mivel pocsék a névben a memóriám, és soha nem találnám meg, akit keresek, csak név alapján. Hát igen, ez ismerős sok esetben. Csak de ugye... a memória úgy működik, Péter, hogy akkor be is ugrik, hogy miért úgy mentetted el? Mert lehet, hogy itt is van azért némi fennakadás. Nálam szokott. Egyébként arcokat én is sok esetben jobban felismerek, mint hogy beugorjon a neve, hogy ez ki. Igen, és milyen bosszant, hogy ott van az arca megjelent előtted, és egyszerűen nem jön ki, hogy hívják, és gondolkodsz, Szilvi, nem, Zsuzsa, nem, Melinda, nem, igen. Illik hozzá. A burkolóvirág például. Na oké, drága hallgatók, várjuk tőletek az üzeneteket, SMS és Viber számunk 0620 97 8 97 85-ös. Akik a reggeli kafét pörkölik, Ölvedi Réka és Borsodi Imre. Egy jó kis szamba 3:47 után egy perccel, nincs is annál jobb reggeli indulás szerintem. Én azért egy tojás csantottát el tudnék képzelni. Jó, hát ide szambázok vele mindjárt. Na jó? Hát az meg aztán, úgyis zacskómentes napon. Na, és hát sok-sok egyetértés van azzal kapcsolatban, hogy az arc és a névmemória az nem annyira működik másoknak sem. Tehát, hogy így megnyugodtunk. Köszönjük szépen Zsóka, meg Péter, mert ugye ott is el kell menteni bizonyos ilyen, úgy szokták ezt nevezni, hogy ilyen memóriafogas, hogy valamihez tud kötni, és akkor úgy jobban megmarad, vagy úgy megmarad legalább. Hát írlak a telefonomban memóriafogasos Rékának.
Jó, csak jusson ezedbe, hogy hogyan neveztél el. Jó, mindenképp. Na, de hogy azt már ugye mondtuk, hogy burkoló virág, ez igen. Nagyon jó. Meg a lézer zsuzsi. Hány női telefonban lehetnek ilyenek, hogy körmös Marika, meg nem tudom, lézer zsuzsi, nagyon jó. Viszont ez a burkoló jó körmös virág, Marika. Ez a burkoló virág, ez engem egy picit így megakasztott, hogy akkor itt most gondolom a virág a neve, és burkol a virág, tehát hogy egy nő burkol. Ez azt akarja mutatni, Zsóka, várjuk a visszajelzésedet, tehát hogy ő egy ilyen szakmában dolgozik, ami hát nem annyira női szeret szakma. Enni, az is burkolás, nem? Hát az is, de hát jellemzően nekem mondjuk nem ez jutott. Jó, most persze, nekem sem. Valószínűleg nekem egyébként sem. Így lesz ez, hogy virág, ő burkolóként dolgozik. Ami nagyon ritka lehet, hogy az építőiparban nők tevékenykednek különböző területen, egyébként, mert alapvetően férfi a szakmáról van szó, vagy igen, területről. Igen, de hogyha belegondolsz, azért vannak a nőknek olyan tulajdonságai, amikben ők sokkal jobbak tudnak lenni, mint mondjuk egy férfi. Tehát én mondjuk a precízióban adott esetben, a színek választásában, ezekben szerintem a hölgyek nagyon erősek tudnak lenni. Meg lehet, hogy türelmesebbek, mondjuk egy adott... Hát a monotóniát biztosan jobban tűrjük. Vagy hát ugye más, hogy látunk, gondolkodunk, és ezért lehet, hogy más megoldással, és talán egyszerűbben, nem biztos, csak ez zárójelben teszem, mert van, amit túl bonyolítunk. Az esetek igen, jelentős részében de így van. A másik részében viszont egyszerűsítünk, és lehet, hogy hamarabb rájövünk a megoldásra. Zsóka közben megírta nekünk egyébként a megoldást, tehát, hogy virág ő nem nő, hanem virág egy vezetéknév. Igen. De ettől függetlenül ez egy izgalmas téma, mert hogy egyre többen vannak hölgyek, akik olyan szakmában helyezkednek el, amire alapvetően azt mondják, hogy ez férfi szakma. Azt mondjuk nem tudom elképzelni, hogy nők egy olyan jó komoly kőműves brigádot összerítjentenének, csak azért, pedig mert... miért ne? Hát azért nem, drága Réka, mert tapasztalataim szerint három nőnél több egy csapatban együttműködve, az nem egy létező fogalom. Mert hogy nem tudnak együttműködni? Hát nem tudnak együttműködni. Ketten igen, mert ketten ugye nem fogják egymást fúrni, de mondjuk, hogyha már van egy harmadik, akkor a nőknél az adott esetben nagyon jellemző, hogy egymást elkezdik fúrni, meg kibeszélni, meg nekiállnak egymással így izé. Neked ilyen megfigyeléseid vannak, hogy háromnál többnél ez beindul? Igen, igen. Nekem egészen más tapasztalataim vannak, mert hogy én több ilyen női körben, női klubban voltam, és ott pont az összetartozás az, ami ki szokott ebből sülni, és nem a fúrás. Jó, nem munkahelyi környezetről beszélek én most, hanem ugye egy ilyen legyünk együtt hasonlóan gondolkodók, és akkor úgy váltsuk meg a világot klubról, vagy estről, vagy és akkor utána leültök megbeszélni, hogy hogyan váltanátok meg a világot, és akkor utána elindul, hogy Kati és Sári, de figyelj, ez nem is úgy akarja megváltani a világot, tudod, de tudod, hogy ezeknél lesz, hogy van, jaj, ne is mond, nálunk ez egész más, és akkor nem, innentől kezdve el is indul a... Képzeld el, hogy én itt nem tapasztaltam ilyet munkahelyen, tapasztaltam olyat persze, de ilyen hogy mondjam ezt, hogy nem kötelezettségből, vagy együtt, vagy kötelező forma miatt, vagy együtt, mert a munkahelyeden azért ugye kötelezően vagy együtt azokkal, akik ott dolgoznak. Na, ezt én értem, igen. Hanem, hogyha saját kedvtelésből választasz egy programot, és ott is vannak olyan emberek akár, akiket nem te választottál, de ott valahogy mégsem alakul ki. Lehet, hogy más a cél, ami miatt ott vannak, és akkor nem ez a versengés jön hát előfordulhat. De ez a pasik nem szoktak versenyezni. De a pasik szoktak versenyezni, meg szoktak versengni, de a pasiknál a falkaszellem az egy effektív, létező, működő dolog. Tehát a pasik, hogyha össze vannak zárva egy légtérbe, akkor egy idő után elkezdenek majd egymással haverkodni, meg adott esetben, nem tudom, megisznak egy üdítőt meló után, meg elkezdenek beszélgetni, míg a csajoknál én ezt nagyon-nagyon nem tapasztalom az életem során, hogy ők ilyen falka szellemben gondolkodnának, hogy akkor majd együtt, hanem ilyen kis klikkekre elkezdenek felbomlani, és akkor egymással elkezdenek...
De a pasik sem nagy-nagy csapatokba mennek sörözni, hanem klikkekben áll. Láttál te már pasit, Réka? velem szembe csak, egy pasinak mondott. Én nem tudom, tehát hogy nekem a tapasztalataim azok, hogy a srácok így együtt mozognak sokan. Hát de én nem láttalak titeket, az összes pasit a, nem tudom, műszak végén elmenni, sörözni. Hárman elmentetek a múltkor. Arról na, hárman, na, de ez három. Hárman úgy, hogy a három pasiból egy pasival aznap találkoztunk először, a másik pasival meg előtte éveken keresztül nem találkoztunk. Tehát, hogy ilyen... Hogy... Tehát most ezt mire mondod? Tehát ez nem falka, nem az összes pasi ment el innen, hanem csak három, az egy klikkesedés. Hát mondjuk annyira nagy tömeg nincs ebben a cégben pasikból, valljuk hát be. Hát jó, de akkor sem az összes ment el. Ilyenre meg ilyen. Itt is van példa, ahogy Andi elmegy Kittivel nyaralni például, vagy és az hány darab, az hány darab ember? Kérdezem. Az kettő, azért mondom, hogy az is klikkesedés, de ez is, amit te mondasz. Hát nem az összes pasit fogtad de, meg, és falkába vonultatok. Igen, Réka, de mondjuk, ha arról beszélünk, hogy itt van marha sok gyár a környéken, ott sem a teljes gyári létszám fog elmenni együtt a pasikból sörözni, vagy beszélgetni. Akkor mi a különbség? Hát az a különbség, köztünk? Hogy mennyiségben nagyobb a férfiak közötti összetartó erő, mint a nők között. Hát szerintem a nők is össze tudnak kapaszkodni. Te hány emberrel mentél el valahova innen a rádióból az utóbbi időben? Hát én gyorsan futok haza a gyerekekhez. Köszönjük szépen, megkaptuk a választ. Hát na. De ez a különbség, látod? A nő fut haza, mert mosogatnia kell. Jó, azt mondjuk nekünk általában a Jani elvégzi. Szóval, hogy da, érted? Tehát nő és férfi között van egy csomó különbség. Például van. Ez is, hogy ki hova tud elmenni. Van, egy igen. Egy férfi sokkal esélyesebben megy sörözni. Ne legyezzél itt nekem, nincsenek most legyek itt. Jó, értelek. Na hát ezzel a témával még visszajövünk és foglalkozunk egy kicsit. A hírek után. Ezt most jó alaposan megtoltuk. Forráskafé! A Nesmélyi lankákat is ettől süti a nap! Boldog új évet! Itt is vagyunk 7 óra ez után 5 perc. Hát, gondoltam, meglepem egy kicsit a hallgatókat. Így sikerült felébrednünk. Hát igen. 7 óra 5 perc, jó. Hát végül is nyár van, július 5-e, nem, de... Nem, harmadika. Igen, de ez a mondom, 7.05, Réka, hogy te ez most itt megzavart, mert egymás alatt volt ez a 7.05, meg a 7.03. Értelek. Érted, megmagyaráztam. Persze, ügyes. Tata előtt pár száz méteren keresztül a laktanya felé hatalmas por és sok kavics az úton. Péter jelezte nekünk, meg azt is, hogy a harckocsik az elmúlt napokban rengeteg sarat és kavicsot hordtak az útra, úgyhogy óvatosan, aki erre jár. És van egy rendőri jelenlét is Síkvölgy puszta környékén, mégpedig a 81-12-9-es út. Ez érdekes számozás. Szóval, hogy ez egy ilyen kisebb út, és mintha az előbb valami balesetes pont is lett volna, igen. De ott van Kecskéd. Na, hát nem sikerül megnyomni, de sikerül baleset, 81-35-ös. Ejjjjjj. Környe Kecskéd kereszteződésénél van ez. Illetve van a turulpihenőhelynél is egy rendőri jelenlétünk. Igen, úgyhogy elindult a reggel, és kezd már sűrűsödni a forgalom itt a tatabányai régióban is, és hát ahogy ezt mondani szoktuk, és ahogy az tapasztalat, gyakorlatilag itt a budapesti M1-es bevezető szakasz is kezd már torlódni, úgyhogy szépen óvatosan, nyugodtan haladjatok a dolgotok irányába, minden megvár. Tényleg. Tehát az a fontos, csak hogy a érjetek nem. Oda. Hát nem, mert azt te várod állandóan, mert azt sose ér most oda. Most is lehet várakozni, mert ugye még mindig érintve van ez a felújítás, meg nem tudom micsoda, szóval, hogy igen, vonatközlekedésben vannak fennakadások, vagy lehetnek, úgyhogy érdemes utána nézni. Sziasztok, baloldali szomszéd Jani, jobboldali üres telkes szomszéd balra, a második szomszéd Gyuri. Üdv, Anita. Ez igen. A telefonos elnevezések. Te vetkőzöl, vagy mit csinálsz? Nem. Csak mert úgy... Újra kötöttem a sérvemet. Tépőzár valamit ott az öv környékén ott kinyílt. Na jó. Szóval várjuk még továbbra is ezeket a viccesebb elnevezéseket, hogy ki hogyan tudja elmenteni hirtelen azokat a neveket. Az is milyen ciki már, amikor elvileg tudnod kéne a másik nevét, de nem tudod, és akkor ott előtte
mented el, és akkor ott gyorsan, hogy mit csinálsz, hogy rákérdezel még egyszer a nevére. Várj, ennek mi volt a neve, igen. Igen, úgyhogy az is nehéz. Csabi is írta, hogy hát most nézem, azonos női névből jó sok van. Kati, Kató, Kata, Kati, vagy Káti, mondjuk ő az anyám, még jó, hogy őt meg tudtad különböztetni, de van olyan, amikor mondjuk Melinda és Melicske, és hát nem tudom, hogy melyik vagy több igen. Ilyen, hogy Fecó, Feri, most akkor melyik alatt, melyik arcot érthetem. Ilyen zavarok nálam is vannak. Szerintem mindenki telefonjában, meg tényleg tele van olyan nevekkel, amik fogalmat sincs, tehát igazából minek tárolod? Igen. Írja nekünk egy hallgatónk SMS-ben, hogy elég furcsán néztek a postán, amikor megszólalt a telefon, bejövő hívása van, a hívófél herpeszes. Honnan is tudnák, hogy a munkatársam üzeni nekünk bossz. Ez gyönyörű lehetett ez a jelenet. Herpeszes. Jó így elmenteni. Biztos van indok mögötte. Igen. Na, de hát ugye az előző óra végét azzal fejeztük be, hogy eredetileg női, tehát nőkről beszélgettünk, akik férfi szakmát végeznek, hogy hívna-e vajon valaki női villanyszerelőt, vagy női burkolót? Na ez jó kérdés, igen. Hogy van-e bizalom olyan férfiasabb szakmák felé, és akkor most egy nő jelenne meg, hogy egyáltalán direkt hívnánk-e nőt egy adott ilyen férfiasabb szakmára, vagy amikor egy nő jelenik meg, mert mondjuk egy KFT-t hívsz föl, vagy valami ilyesmit, és ott nem tudod, hogy ez most egy nő lesz, és akkor megjelenik egy nő, vagy egy női csapat, akkor mit szólsz? Figyelj, női asztalos ismerősöm van, tehát hogy ebből a szempontból ez nekem már annyira nagy újdonságot nem ad. Látva a munkáit, a precízió, a pontosság, az abszolút jellemző. Egy dolog talán, amin kicsit úgy elgondolkodom, hogy azért azok a súlyok, amiket ott meg kell emelni, meg kell forgatni, meg hozzá kell nyúlni, meg azok a gépek, azok mennyire tesznek jót egy női szervezetnek. Uh-huh. De mivel emancipációról beszélünk, és ez nektek, hölgyeknek borzasztó fontos, amit egyébként meg tudok érteni adott esetekben. Én nem tudom fogadni azt, hogy ilyen munkát végezzenek nők. Én mondjuk nem mennék körmösnek, vagy sminkesnek, de még fodrásznak sem. Pedig sok férfi is sminkes. Van egy pár ismerősöm, akik sminkesek, férfiak. Jó, ezt is el tudom fogadni, azt nem feltétlenül érzem én sőt, nagyon sok fodrász van, mesterfodrász is, ugye, akik férfiak, okay. És az is alapvetően nem tűnik olyan férfias foglalkozásnak, és mégis nagyon sok férfi hát annak van. Is van egy ilyen férfiasított formulája, ugye ezek a borbélyszalonok, ahová... De most nem arra esetben... gondolok, ne, hanem értelek. Még a korábbi, nem most, ami nagyon ilyen trendi. Meg hát, hogyha most akkor nem is kell annyira messzire mennünk, mennyi férfi szakács van, pedig alapvetően ugye de a az... tűzhelynél nők szoktak dolgozni, tevékenykedni, otthon legalábbis. Aztán, hogyha már szakmává minősítjük a szakácskodást, akkor meg nagyon sok férfi van. Igen, ennek egyébként kutatási eredmények alátámasztották, hogy az az oka, hogy a férfiaknak az ízérzékelése az kifinomultabb, mint a nőké adott esetben. Tehát, hogyha mondjuk a borászokat megnézed, egyébként borászból is kevesebb ott nő is van, ott igen, is szemében. Többségében férfiak vannak, és ugye a és szakácsoknál is. És azért férfi? Na, ez is egy nagyon izgalmas téma lesz. Zólyomi Zsolttal majd fogunk beszélgetni, és majd rákérdezünk. Egyébként szerintem szaglásban nem feltétlenül. Na, hát erről fogunk beszélgetni majd 8 órától, most pedig zenélünk egy kicsit, aztán jövünk vissza rövidesen a kalendár híreivel, a horoszkóp hasonlóan fontos ez szívemnek. Na, jövünk vissza rövidesen. A reggel jókedvű, de milyen lesz a folytatás? Mi tudjuk, milyen lesz a mai napod. Café horoszkóp. Feszültséget keltő bolygóállások lesznek a mai napon, vannak csillagjegyek, akik azonban ezekből is győztesen kerülnek ki. Következzék hát napi horoszkópunk. Nézzük tehát a kosokat. A mai napon lesz néhány komoly feszültséget keltő fényszög. Persze minden konfliktus elkerülhető, ha kellően tudatosan állsz hozzá. Ezért most is erre kell törekedni, bármilyen provokációval találkozz is, számolj el 10-ig, mielőtt visszaszólsz, ha pedig a mai napon vásárolni mész, bevásárlókocsit mindenképpen tolj magad előtt.
Kedves Bika, a Merkur és a Plutó szembenállása konfliktusokat jelez. Problémát okozhat féltékenység, rivalizálás vagy bármi, ami a hatalmi kérdésekkel van összefüggésben. Valakinek engednie kell az egójából. Kedves ikrek, azt általában is rosszul viseled, ha mások mondják meg neked, mit tegyél, de azt különösen nehezen viseled, ha valaki abba szólna bele, hogy mit érez vagy gondolj. Ma pedig éppen ezzel próbálkozhat meg valaki. Ne tegye, mert szerintem póruljál. Igazi mi? Kedves rák, ma nagyon figyelj oda a hozzád beérkező információkra, mivel eléggé valószínű, hogy lesz köztük olyasmi is, aminek komoly jelentősége lesz számodra. Ha figyelmes vagy, fel tudsz készülni olyasmire is, ami nem mindenki számára látható előre. Oroszlán, ma elég nehéz dolga lesz annak, aki vitába szállna veled, mivel elég határozott vagy, és pontosan tudod, mit akarsz. Ha mégis valaki szembeszállna veled, nos, annak jól fel kell kötnie a gatyát, azt tuti. Kedves szűz, ma olyan szituációba kerülhetsz, amelyben eleinte sem te, sem a másik fél nem hajlandó feladni a hadállását, és mintha mindennél fontosabb lenne, hogy ő kerüljön ki nyertes félként egy vitás helyzetből. Ez nyilván nem lehet megoldás, úgyhogy csak azt lehet tenni, hogy mindkét fél enged egy kicsit. Kedves mérleg, a mai napon nagyon besűrűsödnek a dolgok, és úgy érzed majd, mintha két felé kellene szakadnod, de mivel egyszerre két helyen nem lehetsz, el kellene döntened, hogy hol állsz helyt, és hol ütemezed át inkább a dolgokat. Kedves Skorpió jegyű, van, hogy hagyni kell, hogy a körülöttünk zajló események haladjanak a maguk útján, mivel befolyásolni amúgy sem tudnánk őket. Ma akkor teszed jól, ha nem erőlködsz feleslegesen, hanem megvárod, hogy kiforják magukat a dolgok. Drága nyilas, ma különösen ügyelned kellene a kommunikációra, mivel komoly következményei lehetnek most annak, amilyen módon szólítod meg az embereket. Egy helyzetben most szükséged lehet a határozott fellépésre, de közben legyél kedves is. Kedves Bak, ma olyan helyzetbe kerülhetsz, melynek során valaki értékeli a teljesítményedet. Érthető, ha emiatt feszülté válsz, érintsen a dolog magánéletet vagy munkát, de hidd el, semmi okod rá. Nem biztos ugyanis, hogy rossz szándék vezérli az illetőt. Kedves vízöntő, valaki megkérdőjelezi egyes dolgaidat, cselekedeteidet, és még neked kell bizonygatni azok helyességét. Lehet, hogy az illető féltékeny rád vagy a sikereidre, és hibákat keres. De ne feledd, hogy senkinek nem tartozol elszámolással. Kedves halak jegyű, ma kissé meginog az önbizalmad egy esemény vagy egy hír hallatára. De ne feledd, hogy te a helyes úton haladsz. De még ezen az úton is előfordulhatnak nehézségek. Ez most éppen csak egy ilyen, amit nem szabad túlságosan merre szívnod. Kezd vidáman a napot! Ez a Café, a Forrás Rádió ébresztő műsora. Aj, de gyönyöri volt ez a dal. Azt hittem, az is rajtották, az jaj, de hogy vége. Nem, ilyeneket nem mondunk. Megérkezett hozzánk, hitt a Lerandi is. Ma is ilyen ocelotos, zebrás, valami állatos nadrágban, meg Here Comes the Sun, szóval ilyen nagyon hipster, Beatles, az. Mindenféle, nagyon jó hangulatban érkezett meg hozzánk. Na mesélj, mit hoztál? Hát sziasztok, jó reggelt mindenkinek. Egy olyan hírt hoztam, hogy van egy hölgy a közösségi médiában, aki Fogatlan Királynő néven hódít. És ezt mindazért kaptam, mert hogy egyetlen foga sincs szegénykének, viszont elég magabiztos. 33. Azt akkor megoldotta magának. Igen, hát lehet, hogy van valamilyen ilyen betegsége, vagy nem tudom, ami miatt ugye elsorvadt az ínye. Na a lényeg, hogy ő nem szégyelli, hogy nincsenek fogai, sőt azt mondja, hogy sokkal magabiztosabbnak érzi magát azóta, mióta elvesztette a fogait. Az élet minden területén, vagy ne, csak egy bizonyos területen? Azon a bizonyos területen, az urak bizonyára, nagy örömmel. Azt mondta, igen, hogy könnyebben ment a randizás neki így, mert hogy állítólag a férfiak fantáziáját izgatja a fogatlanság. Nem. Imi, nyilatkozzál erről, kérlek. Nem. Kérdés, hölgyem, nem. Na de azért az Igen Ember című film megvan. Uh-huh, igen, meg. Nem. De a legszörnyűbb jelenet, az amerikai pités, a második ilyen szörnyű jelenet,
Igen, hát azt gondoljuk, igen, hogy izgatja a fantáziájukat, de hát nem mindegyikét akkor ezek nem, szerint. Hát az uraim, most komolyan az én gépemben van a hiba, vagy nektek sem különösebben okoz ez ingerenciát, hogy egy fogatlan nővel. Már tényleg, tehát hogy már csak azért is, hogy hogy néz ez ki, mert beesett a szája. Igen, beesett a szája, nem? Be, igen, és egyébként néztem tőle videókat, amúgy büszkén vállalja, az valóban igaz, mert hogy ilyen videókat tesz fel, hogy kiveszi a műfogsorát, és akkor ő megmutatja, hogy ő hogy szokta betenni, meg hogy mit kell oda tenni. Már hogy a hölgy hogy szokta betenni? A műfogát. A műfogát, igen, nem a párja, hogy szokta betenni. De hogy nem tudom, számomra egy kicsit olyan rossz érzést keltette, hogy így kidobta a fogait, vagy ugye? Nem tudom, és így elképzeltem ezt a jelenetet így. Ki tudja köpni is? Hogy igen, a fogát? Ezt hívom én szekunder szégyennek, tudod, hogy helyette szégyenkező, jaj, nem akartam én ezt feltétlenül látni, tehát hogy értem én, hogy gőzgép csak mi hajtsa. Meg tudod, ez a szituáció, hogy így na mindegy, szóval, hogy vagytok a hálószobában, és akkor ez csak így puff, érted? Koppan a szőnyeget, parkettel. Én ezt így nem tudom. Jó, nem szeretném kinevetni, mert biztos, hogy az elején nem volt neki ez kényelmes dolog, de hogy nem tudom, én ezt nem tudom elképzelni, hogy ez így izgató lehet. Egyébként sajnálom. Maga a nő vonzó külsővel rendelkezik? Csak mert én nem láttam róla se képet, se videót, mert ez ugye egy meglepetés hír így nekünk a ma reggelben. Ja, igen. Hát nem tudom, próbálj meg rá googlizni, hogy fogatlan királynő, és akkor szerintem földob. Nem mondanám csúnya nőnek egyébként. Tehát, hogy nem néz ki olyan rosszul. Fekete haja van. Uh-huh. Úgyhogy nem megy. De azt ugye így, ahogy így kivette a fogát, így azon gondolkoztam, hogy úristen, tényleg mennyit számít egy embernek a fog, akkor van, aki ugye a szemöldökét leborotválja, vagy kihullik néz, neki valami miatt. És, tehát mert csecsemőknek nincs szemöldökük. Amikor hát, megszületnek. Azt hittem a fogatlanságra látszik. Mondod, és nincs is foga, tehát hogy de ilyen csecsemős ki. Az az érdekes amúgy, hogyha megfigyeled, hogy a csecsemőknek mégse esik be a... Tehát, hogy valószínűleg azért, mert nincs olyan nagy foguk még ott, vagy ez az íny, ami tartja nekik, de hogy ők olyan kis cukik, mert hogy ugye tudod, olyan kis aranyos a szájuk, de hogy most egy felnőttnél, hogy így beesik a szád olyan, tényleg ilyen öreg asszonyos lesz az egész arcot. Meg hát a beszéd tőle is más, igen, nem? Tehát ilyen furán. De egyébként a fogaival is furán beszél. Tehát, hogy tökre érdekes, hogy berakta a fogát, és hogy egy icipicit ki is áll neki, és hogy mégis olyan, mintha mondjuk nem tudom, ha nem tudnám, hogy műfoga lenne, akkor feltűnne-e, hogy másképpen beszél. Hát de hogy egy kicsit... A műfog azért látszik, nem. Feltűnne. Illetve, már bocs, közben rákerestem a hölgyre. Tényleg egészen dekoratívan néz ki. Minden mű rajta, szerintem. Tehát, hogy a szája is fel van töltve azt neki. Azt mondjuk nem nézek, meg lehet, hogy direkt műszempille és a fogait, hogy mű legyen az is. Előfordulhat, ugye Amerikában... Műfan. Nem, egyébként sokan csinálják ezt, képzeljétek el, hogy kivetetik a fogaikat, és műfogat rakatnak be helyette. De igen, hát mert egységesek. És tök fiatalok. Igen, hogy egységes legyen, meg hogy utána ne szenvedjél vele igazából, mert hogy az már nem fáj, meg mit tudom én, hát de hogy... Nehogy már, te nagymamám állandóan szenved a fogai miatt, már mint a műfogsora miatt, tehát hogy szerintem ez igen, butaság, az én nagymamám hogy, is... hogy akkor nincs szenvedés. Hát jó, de hogyha olyan fogat tetetsz be, ami mondjuk korona, tehát hogy sokan azt csinálják, hogy koronát tetetnek be, hogy megmarad mondjuk 2-3 fogad, és akkor ugye koronát rakasz rá, és akkor az ugye nem kivehetős, uh-huh. Tehát az valószínűleg kényelmesebb, vagy van, aki ugye végig rakatja ilyen műprotkó valakinek nem, annyi pénze nem van. Nem szeretném ezt az időszakot. Figyelj, meg akarják úszni. Amerikában visszacsiszolják a fogukat teljesen, és arra rá raknak egy ilyen héjat gyakorlatilag, és akkor egy ilyen tök egységes, méretű, meg formájú mosolyuk lesz, és ennek a nőnek teljesen ugyanez a kategória látszik a szájában. Jó, de már felnőtteknél is van fogszabályzás.
De nem lesz ugyanakkora, meg ugyanolyan formájú az összes fogad, érted? Hát jó, de mégiscsak úgy születtél, tehát ugye az van, már nem úgy születtél, mert ez később alakul ki, de hogy mégiscsak a sajátod, és az elvileg szerintem az adja az arcod formáját. Tehát, hogyha megváltoztatod a fogsorodat, akkor meg fog változni az arc is. Mint ahogyha feltölteted a szádat, megváltozik az arcod. Vagy ha kisminkeled magad, hát megváltozik az arcod. Hát tehát, igen. Hogy minden ilyen változással valamiféle dolog megváltozik. Hát igen, de gondolom most ez a menő, hogy egységes legyen minden, meg hogy minden mű de legyen, vagy nem tudom. De egységes, semmi. Akkor te hát annyira nem, mi fogsorra rendelkezel? Igen. Vajszint. Gratulálunk. Azért vagyok ilyen jártas a témában. Ja, tudod, az, hogy lehet, hogy az Andiról van szó. Nem ő az a dekoratív hölgy, akire az előre nem tudom ki, de megrángat. Tehát a fogamat, szeretném, nem tudod kivenni. Kombinált fogóval. De ezt neked kéne így a fogadhoz ütni a garast. Jaj, a gyerekek, a fiúknak akartam kihúzni a nagyobbiknak a fogát, mert ugye lötyögött, és hogy mondta, hogy hát húzzam ki. Úgy tűnt, hogy útban van neki. Nem bírtam, nem mertem. Tehát annyira, hogy... Nálunk a papa ezt megoldott a harapófogóval, ő nem akart elmenni fogorvoshoz, 70 éves körül volt már, és azt mondta, hogy hát akkor ő kihúzza magának a fogát, és akkor megfogta, puty, kihúzta, és kész. Apukám az rosszul lett, kiment, mondta, hogy ő ezt így nem bírja. Én is rosszul lettem. Ahogy megfogtam azt a kis pici fogat, na nem, nem bírom. És az úszómester kihúzta neki az úszatában. Rossz úszómester kemény volt. Még jó, hogy nem küzdősportra jár, képzeld el, hogy mi lenne. Hát ott kiverték valamit. Simán. És a fogatlan nő is így a témában maradt. Na, köszönjük szépen. Azért megmozgatta a fogat. De most igen, azért elgondolkozott rajta. Nem. Szerintem visítva menekültem volna el, mikor így kiveszi a szájából, vagy így megforgatja a protézisben. Hát, ha már ott vagy, lehet, hogy nem. Sok mindenben vannak perverziói, ebben nincsenek. Na, zenéljünk egy kicsit, jó? Jövünk vissza hamarosan hozzátok. Maradjatok velünk. Brit tudósok megállapították, hogy vannak, akik nem hallgatják a Forrás Cafét. A jelenséget még ők sem értik. Drága hallgatók, ahogy ígértük is nektek, itt is vagyunk, és a vonal másik végén Zólyomi Zsolt, az ország orra, ha fogalmazhatunk így még. Sziasztok, szép jó reggelt mindenkinek. Szia, én úgy tudom, hogy te vagy az egyetlen magyar orr, avagy parfümőr. Ez akkor egy valós dolog, ugye? Valós dolog bizonyos szempontból a saját magamnak köszönhetően már nem valós, hál' Istennek, mert néhány tanítványom már van a világban. Olyan, aki még mindig Magyarországon aktív, olyan nincsen. Olyan van, akit hát, elindítottam a pályán, és most már külföldön nagyon sikeres, hála Istennek. Hú, de jó, de akkor ez ezek szerint egy olyan dolog, ami fejleszthető, ami kialakítható, tanítható? Persze, hát én is Versailles-ban a parfümkészítők felsőszintű intézetében tanultam, amit Gerlen bácsi meg Koti bácsi alapítottak, ennek a gyönyörű szép szakmának, a kreatív szakembereinek a kinevelésére. Mondjuk nem egy tömegképzést, 12-en végeztünk az egész világból, amikor én végeztem, és akkor valóban én voltam fél évszázad után az első magyar, aki ilyen oktatásban részesült. Na de valami alapvető tehetség azért illik, hogy legyen hozzá, ugye? Igen, genetikailag mondjuk úgy, hogy kicsit úgy, mint a hosszú katinkát meg engem. Pont a héten csináltam meg a vízimentő vizsga megújító volt, ami fizikailag elég megterhelő volt, szóval elvileg én is tudok úszni, mert ilyen hobbi vízimentő vagyok, nyaranta a Balatonon, de mondjuk Katinka egy fél medence előnyt adhat nekem, és mindig ő fog nyerni, tehát hogy mi parfümőrök genetikailag orri képességeinket tekintve nagyjából így tekinthetők vagyunk az átlagos orrú emberekhez képest, ami semmi szerencsére. Külsőre ami problémával nem jár, tehát nem látszik rajtunk, nem nagyobb az orrunk, vagy valami. Egyszerűen messzebbről és hamarabb és gyorsabban megjelzünk illatokat, de ez csak egy alap, erre aztán még éveket kell gyakorolni, hogy aztán kompozíciókat alkossál illatokból. Hát meg kell is hozzá valami indítatás, gondolom, hogy ezt szeretné valaki továbbfejleszteni, meg ilyenekre használni.
Ja, igen, ez nagyon kedves dolog. Én nekem a nagymamám, az egy miskolci varrónő volt, és egész nap kattogott a kis gépe, és akkor ilyen kedves hölgyek jöttek hozzá ruhát próbálni, persze mindenki a legszebbik formáját akarta mutatni, és akkor ilyen szépen kisminkelt, tehát ez a 70-es évek elejét képzeljétek el, a szocializmus mélyét, és mégis ilyen szépen kisminkelt, szépen összerakott desszúban, meg csipkés kombinében, meg hogy mondjam, sminkben, rúzsban, ékszerekben. Tehát a lehetséges, a minimum, a szocializmus hiánygazdaságának a lehetséges minimum rendszeréből a maximumot kihozó világ volt, és nagymamának ezt az ilyen muníciózus, aprólékos, a szépség különböző megjelenési formái iránt elkötelezett hozzáállását valószínűleg ott szedtem fel a púderes dobozok között, és nagyon szerettem ezeket a kis illatokat, ott a kertbe szagolgattam mindent. A klasszik sztori, hogy én nem csak a kerti virágokat, hanem a nagymamám hátsó udvari épületének a feltáskásodott vakolatát kikapartam, és ott a pókhálók és a vakolatpor keverékét szagoltam, ez milyen különleges egyvelet, meg később a köveket a kőtárakba, a kvinkumba, meg a mi aztán kikerültünk 10 évesen Líbiába élni, az is nagyon izgalmas életszakasz volt, mert édesapám meg szemorvos volt, és ott dolgozott, és akkor ott a ókori római meg görög szobrokat én ott szagolgattam, mert ha hiszitek, ha nem, a kőszobrok különböző szagúak. Hát most, hogy milyen kőből, mikori kőből, milyen nedvességtartalmú, és a többi, de a lényeg az, különböző szagúak. Úgyhogy a teremőr néni kréme voltam, mert én mindig bemásztam, és ott szagláztam a vicces szobor töredékeket és torzókat. Végül is az nincs kiírva, hogy nem lehet szagolni, csak az szokott kiírva lenni, hogy nem lehet hozzányúlni. Igen, de hát mint az egyszerű gyengélátó bérgyilkos, ahhoz, hogy szagoljál, legalábbis kisgyerekként állhatatlan vonzerő van, és akkor oda kell másznod. Aztán szerencsé átváltott már kamaszkoromra arra, hogy én parfümériekből jártam, és akkor ott szagolgattuk parfümboltos eladó kislányokkal a különböző újdonságokat, hogy kinek lenne jó, ki hogy tudna ügyes lenni, melyiküknek lenne, vagy melyik barátunknak, ismerősünknek a bőrére illene leginkább, hogy jól sikerüljön a randia, vagy valami, és ez nagyon lekötött, ez egy ilyen kis különleges hobbim volt. Ezt érzékeltem, hogy a többi fiú pajtásom az nem fog jönni, hanem ők egyből szaladtak focizni, biciklizni, nem tudom, mesztelen néniket nézni a nudista strandon, és én is mindezt csináltam, mint minden normális gyerek, csak előtte egy fél órára bekanyarodtam a parfümériába. Ez nagyon izgalmas. Innen indult, ha már a motivációt kérdezitek. Ez nagyon izgalmas egyébként, hogy akkor ezek szerint egészen más megközelítésből szagolsz, vagy illatolsz dolgokat, és szerinted, hogyha az ember parfümöt választ, akkor mivel jár jobban? Hogyha ő választ magának illatot, vagy hogyha a párja választ neki parfümöt egy adott helyzetben? Nagyon sok személyes parfüm szemlélést tartok. Tegnap is volt ilyen, egy nagyon kedves, iszonyat messziről odaérkezett fiatal mama érkezett meg, aki próbál a két gyermek felnevelés után vissza zsilipelni a normál élet és a munka világába, de nagyon csinos volt, és kedves volt, és ilyen jó mama volt, és a férj és a két gyerek elkísérte, és ennek nagyon örültem. Mert ez azt jelenti, hogy miután kiválasztjuk azt a parfümöt, ami a legalkalmasabb annak az illetőnek az orrának, tehát ő neki nagyon tetszik, azt egy hosszú szelekciós folyamat, egy órás játék. Még azt is meg kell nézni, hogy a bőrén jó-e, és ez egy külön dolog, és még azt is meg kell nézni, hogy arra a célra, amire használnak a parfümöt, az is jó-e, az megint egy külön dolog. Azt is meg kell nézni, hogy a világnak, tehát a körülötte járókelő embereknek is jó-e, tehát a kollégáknak, barátoknak, ismerősöknek, vadidegeneknek az utcán a közérben, mikor mellé állsz a pénztárkasszasorba, ez is egy szempont, és hát nyilván egy rettentő fontos szempont, hogy a párodnak finom legyen. És ez nagyon örültem, hogy ott volt, mert ezeknek mind meg kell felelni, nem csak egyiknek vagy másiknak, és ilyenkor elengedem az illetőt, azt mondom, hogy igyanak egy kávét, vagy egy vizet, vagy egy teát, vagy ebédeljenek egyet,
és akkor közben a párja is szagolgassa meg, és akkor olyat válaszolnak, ami a legjobb közös metszet, közös halmaz. Mert több parfüm is felkerül a bőrre, ilyenkor van, hogy 8 is egyszerre ott van az illető bőrén. Én nem gondoltam, pedig nő vagyok, hogy ez ennyire összetett, és ennyi kritériumnak kell megfelelni. Úgyhogy erről beszélgessünk, hogy akkor mégis hogyan lehet mérlegelni, hogyan lehet súlyozni ezeket a dolgokat. Zólyomi Zsolt, maradj még velünk egy kicsit, most egy kis zenélés jön, és akkor utána belemegyünk mélyebben a parfümökbe. Forráskafé Rékával és Imrével a vidám ébredéshez. Folytatjuk is a beszélgetést Zólyomi Zsolt parfümőrrel, az orral, Magyarország orrjával, mert hogy azt mondtad az előbb, hogy nagyon-nagyon összetett dolog egy megfelelő parfüm kiválasztása, attól függ, hogy milyen alkalom, milyen ruha, milyen megjelenés, jó lessem a párodnak, de még a boltban is, hogy ne legyen a mögötted állónak rossz érzése. Ennyi mindenre oda kell figyelni, hát ennyi paraméter alapján hát nagyon-nagyon bonyolult a megfelelő parfüm kiválasztása. Nem véletlenül jönnek az emberek ilyen parfüm tanácsadásra, mert azt szoktam mondani, hogy persze, bárki bemehet egy parfümériába, és akkor elámulhat, hogy ott van, nem tudom, sok száz vagy akár ezres nagyságrendben parfüm, csak hogyan választ közül-e. Mert valójában egy átlag parfümériában az történik, hogy bemész, és azt mondta, hogy a citrusosakat szereted, körülbelül ennyit tudsz mondani, vagy a tavaszi virágokat, és akkor, ha nagyon nagy szerencséd van, akkor a parfümbolti eladó oda tud vezetni a különböző polcokon azokhoz az illatóhoz, amikor különböző márkák, teljesen másik részén van a parfümériának, más a színe, más a neve, de mégis azok lesznek, amik beleillenek ebbe. Rossz esetben még ennyi segítséget csak kapsz, hanem körülbelül mindenkinek ugyanazt megpróbálják eladni, amiből legtöbben a raktárból, és éppen frissen jött valami újdonság, és egy ideig pontosan ugyanazt érzed mindenkin a partikon, meg a diszkókban, meg a nem tudom, az Aria koncerte. De a lényeg az, hogy ráadásul háromszor ugyanazt. Itt minden alkalomra más kellett volna magukra fújniuk? Ez nem a kellett volna szó, azt nem húzom alá, de a lehetett volna, azt igen. Ez azért érdekes, mert szokták kérdezni, hogy most az a jó, hogyha valaki egyetlen parfümöt visel, és ezzel azonosítják, vagy az, hogy reggel felébred, és akkor van 40 különböző a kardrop szekrényébe, és az aktuális hangulatának, kedvének, ahogy te említetted, ruhájának, napi stílusának és céljainak, mert nem mindegy, hogy egy komoly tárgyalásod lesz aznap, vagy egy munka megbeszélés, vagy csak úgy lazán el, vagy a családoddal, és ott lébe szólsz a nyári boldogságban, egy szár bikinit elhozva az útra, és ez két különböző élethelyzet, ugyanaz a személy, ugyanaz a bőr, ugyanaz az illatízlés, és a többi. És ez azt jelenti, hogy lehet, hogy másik parfüm felel meg annak a helyzetnek. Úgyhogy én nem mondom azt, hogy az egyik jobb vagy a rosszabb, azt mondom, hogy a lehetőséget nyitva hagyása az illatok tekintetében ma már ugyanolyan ugyanúgy logikusnak tűnik, mint hogy ruhába is adott esetben egy stylist segítségével felépítesz egy ruhatárat, amiben minden célra elő tudsz húzni legalább néhány dolgot, és akkor nem az vagy ugyanabból a fehér pólóból és fekete nadrágból van 15-öd, mint néhány ilyen elmebet egy milliárdosnak, mint tudjuk az életét. Pont ugyanaz az öltöny ott van 30-szor, ennek aztán sok értelme van. Van egy jól bevált standard, azon meg nem nagyon akar változtatni. Igen, csak arra meg az a válaszom, hogy nekem is voltak jól bevált öltözködési rutinjaim, amíg egyszer nem kaptam az ikertesomtól ajándékba egy teljesen stílusidegen dolgot, amit legszebben visszaküldtem volna, és mondtam, hogy hol a számla, de a tesóm kár örvendve között, hogy megettem. Dögölj meg, mindenképp fel kell vegyed. És akkor egyszer már ilyen ráfanyalottam és felvettem, és rájöttem, hogy tökéletesen jól áll, és az is én vagyok, csak még soha nem próbáltam ki azt az énemet, és nagyon-nagyon-nagyon jó ötlet volt. És az illatokkal is van ilyen, egy csomó ember bejön, és nekem megpróbálják elmagyarázni, hogy ők mit szeretnek. Én meg ilyen unattal hallgatom, és mondom, hogy elkezdhetem végre a munkámat. Nem érdekel, hogy mit szeret, arra én rá fogok jönni, csak hagyja, hogy úgy csináljam, ahogy én tudom, és majd az lesz az én dolgom, hogy kitágítsam a kis beszűkült lehetőségeit arra, hogy kiválasszuk a legjobbat. Nem azt, amivel ő találkozott életében, az a 3,5-lel, amit reklámoztak eleget a nőklapjába, hanem azzal, ami tényleg jó neki a bőrére, ahogy mondtam, a világnak, a partnerének, a leendő partnerének, és a többi. Ezzel lehet sikeresnek és boldognak lenni egy parfümmel.
Tehát mi értelme drága pénzt adni valamiért, ami minden harmadik lányon ott van, vagy fiún ott van az összes vidéki busz megállóba. Értjük egymást. És akkor meg lehet így általánosan fogalmazni azt, hogy milyen illatok javasoltak mondjuk egy tárgyalásra, egy üzleti helyzetben? Nem, mert akkor így abszolút egyénileg. Itt az egyéni, így van. Itt az egyéni van a hangsúly, és nekem nincs még típus. Tehát nincs az, hogy bejön egy ember, és akkor ilyen magas, ilyen színű, vörös hajú, körülbelül ilyen testalkatú, körülbelül ilyen korú ember már járt nálam, akkor ugyanazt adom neki. Nem, nulláról indulunk. Mert kettő dolog, ami nagyon fontos, ami teljesen egyéni, mint az új lenyomatod. Az egyik az illatízlésed, mert az illatízlésed nem csak attól függ, hogy szereted a borsot a borsostokányba, meg a nem tudom mi a gin tonikot, ami most egy menő ital, hanem ez nem azt jelenti, hogy gin tonikos borsostokány parfümmel akarsz randira menni, ugyebár ez elég logikus következtetés mindenkinek, hanem, de mégis vannak befolyásoló tényezők ennek kapcsán, tehát ilyen kulináris dolgok és a többi azért számítanak valamennyit, de nem lineárisan egyértelműen. Tehát mindesetre van egy illatízlésed, amit az életedben átélt jó dolgok összessége, ahol valamilyen illat volt, annak a ilyen fura, ilyen öntudatlan élmények kavarognak össze a fejedben, aminek a nagy részét el is felejtetted, de ha megidézem egy illattal, akkor meg lesz a jó érzésed, ez a boldogságot okozó. Na ezt hívják pozitív illatízlésnek. Ugyanez meg van negatívban is, hogy mi az, amitől eltartasz. Tehát egyszer nagyon egyéni az illatízlésed, hogy amit te szeretsz, ez nem ugyanaz, mint amit az ikertesót szeret. Kettő, mert már közben elvált az életetek, és már te nem voltál ott az összes szerelmi légy atyán, és lehet, hogy ő neki már más lett az évek alatt, ennyi év alatt. Persze a gyerekkoratokod ugyanoda gyökeredzik. De a másik, ami nagyon egyéni, az a bőröd kémiája, az teljes mértékben egyéni, nem beszélve lehet, hogy elkapni egy betörő bácsit a ott hagyott ruhája, a textil darab alapján, a kesztyűje vagy a harisnya, amit a fejére húzott alapján, úgyhogy felállítasz 40 hasonló marcon a bácsit, ahogy ezt elképzelik a honpolgárok, hogy ez hogy zajlik, és akkor ott a nyomozó kutyával megszagoltat el a kesztyűt, ő meg oda megy, és megmondja, hogy ő rajta volt az őt 3 héttel. Soha nem találkoztak. Vagy egyetlen egy kesztyű volt 10 percig az illetőn, és meg lehet mondani, hogy melyiken volt. Tehát a bőrillatod biometrikus azonosítód, ez azt jelenti, hogy pont olyan, mint a kriminalisztikában a új lenyomatod, vagy az íriszed mintázat, csak neked van olyan. Hát most gondoljunk bele, hogyha csak neked van egy bizonyos kémiai alapod, akkor arra ráteszünk egy parfümöt, az rohadtul más lesz, mint egy másik ember. Elképesztő. Egyébként te is foglalkozol ilyesmivel, hogyha jól tudom, tehát hogyha mondjuk egy adott bűncselekmény helyszínére oda hívnak, akkor abban te tudsz segíteni, hogy az ott lévő illatok alapján be lehessen azonosítani bizonyos dolgokat. Jól tudom én ezt? Persze, hát ha ellopják a paraszbiciklidet, akkor biztos engem fognak hívni a bőrülését szagolgatni. Nyilván viccelek, és ezzel elfedem azt, hogy vannak olyan megbízásaim, amik valóban hasonlók. Nyilván ezek inkább már ilyen nemzetbiztonsági szintű dolgok. Nagyon drágák vagyunk mi parfümőrök, ez az egyik, a másik, hogy nagyon különleges képességgel rendelkezünk, de valóban lehet minket ilyenre is használni erről. Körülbelül sajnos ennyit mondhatok. Teljesen világos. És hogyan óvod a szaglásodat? Volt sehogy. Most ez a covidos dolog, az nem, sokaknak megviselte. Nem óvtam. Sokaknak megviselte. Én fejlesztettem is egy anti-covid szagló kittet, amivel gyakorlással vissza lehetett szerezni valamennyire, vagy gyorsabban, mint anélkül az elvesztett szaglást. Nyilván hát édesapám orvos volt, én is ezen meg én meg vízimentőzök, meg tehát, ugye, amennyire lehet próbálunk az emberiséggel segíteni. A édesanyám meg tanár nő, úgyhogy ugye elég altruista fazon vagyok a marcon a külső mögött, és ez azt jelenti, hogy igen, sokan kérdezik, és nem fél Zsolt, hogy elveszted a szagát? Nem félek, mert akkor ha elvesztem, akkor elmegyek Hawaii-ra szörfedzőnek, az is egy jó élet, semmi baj. Tehát nem szabad az életbe fertegve élni, úgyhogy nem is vesztettem el. A covidot szinte biztos, hogy elkaptam, de egyetlen egyszer se volt ilyen szaglás vesztési érzésem. Biztos szörnyű lett volna, ha lett volna. A francia sommelier szövetség, tehát a borszakértő szövetség elnöknője elvesztette. Neki szörnyű lehetett. Az biztos, hogy... És nem tudtál neki segíteni? Nem fordult hozzá? De visszajött neki.
szerencsére. De jó, de jó. Akkor most olyanról, hogy mit tudom én, nyári trendi illatok, ilyen nem, akkor én nincsen. Nem, én veled kell beszélni. Igen, biztos van, mert a nőklapja horoszkóp. Nem te szoktad. Nem én szoktam írni ezeket. Igen, nagyon távol áll tőlem ez az alapmentalitásomtól, meg a szakmaiságomtól idegen, úgyhogy ha ilyenre kerül sor, akkor azt szoktam mondani, hogy el kell olvasni a nőklapja horoszkópot. Annak megfelelően kell a napodat élni, és akkor minden rendben lesz. Ezért mondom, hogy sokszor találkozol ilyenekkel, hogy így bemennek hozzád a boltba, hogy ezt olvastam, ezt keresném. Persze, nagyon aranyosak az elme. Én ugye nem üldögélek a boltba egész nap, akkor ki van a laborba, hogy mondani szoktam. De azért előfordulok, meg szeretek is foglalkozni az emberekkel, tehát félreértés ne esik, csak nem vagyok egész nap ott, mielőtt valaki azt hinni, hogy most felkerekedik és ott talál, akkor el kell keserítsem, nem. De at the end of the day valójában én nagyon sok vicces kérdést hallottam már, és hallok folyamatosan. Egyik ez az, hogy mikor megnyitottam az első ilyen különleges illatokat áruló parfümboltomat, akkor mindenki bejött, és kérdezik, guki van? Nincs. És így csapódott az ajtó. Jó, nincs, csak jobb dolgok vannak, de ezt már nem volt időm elmondani. Pont ezt akartam kérdezni, hogy akkor nálad ezek az ismert márkás dolgok nincsenek. Nálad illatok vannak, és abból te kreálsz egy egyedi parfümöt. Nem. Az is van, de az azért az sok milliós történet, meg egy ilyen körülbelül egy évig tart. Tehát az nem való mindenkinek. Nem időt sincs rá, meg ajándékot akarsz vinni a nagymamádnak, érted? Akkor kell, hogy legyen valami, ami készen van. De a kéz dolgok, azok úgy mondom, hogy amikor egy parfümőr megunja, hogy egy nagy multinak fajlagosan olcsó szintetikumokból elég átlag illatokat létrehozzon, ami sajnos a modern parfümiparnak a alapbeállítása. Ezen nagyon sokan küzdünk mi parfümök, hogy ne így legyen, de hát sajnos a pénz beszél, úgyhogy de így van. És akkor ezek az emberek, meg én, meg más emberek néha ilyen megunják a mainstream dolgokat, és akkor csinálnak egy pici céget, amiben egyáltalán nem érdeklik őket a trendek, nem érdekli, hogy éppen most mi a divatos, mi az, amit mindenki lehet szagolni, és kitalál valami izgalmas dolgot, és azt kihozza a kis szériába. Uh-huh. Én ezeket szakmailag nyilván sokkal többre becsülöm, meg jobbnak tartom, meg jobbak is. És akkor nálunk csak ilyen különlegességek vannak, ilyen kis márkák. Van, ami az enyém, mert hogy én kreáltam valamilyen márkának, vagy valami, van, amit meg egy számomra szakmailag nagyon-nagyon jónak tartott kollégám. És valahonnan. Akkor nálad nincs is szintetikus illatanyag? Akkor minden természetes? Nem minden természetes, van szintetikus alapanyag, de a megfelelő mértékben azt mondja, hogy úgy mondom, hogy ahogy bemész egy átlag parfümériába, leveszed az egyik random bármelyik parfümet, ott 90%-ban szintetikusok lesznek, nálunk meg fordítva, tehát nálunk kevesebb a szintetikum, és sokkal több a gyönyörű, szép, valódi, igazi természetes alapanyag. Most voltam nemrég Grasse-ban, Dél-Franciaországban. Ugye ott Cannes fölött a hegyekben van egy kis falucska, vagy kis városocska, ami a híres parfümkészítésnek, a parfümkészítésnek a híres kis történelmi főváros, egy gyönyörű parfümmúzeummal, ilyen államszép, ilyen kis helyszínekkel, mint a Parfüm című filmben, amit láthattál hangulatot. És akkor ott volt az alapanyag, a nemzetközi parfüm alapanyag kiállítás, ott voltunk pár százan a világból, és nagyon jól éreztük magunkat, és oda hozzák a csodás különlegességeket, mint tudom, Madagaszkárból, meg világ végéről csoda dolgokat, Ausztráliából, Guadeloupe-ról. Fantasztikus alapján válogathat. Gyönyörűségek voltak, nagyon-nagyon szép dolgok voltak. Beleszagolnánk volt ebbe az életbe szerintem, azért többen. Igen. Nem panaszkodok sose. Szép életem van. Ez egy igazán, igazán pozitív életfelfogás, bár mindenki így állna hozzá. Zsolt, nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál. Órákig hallgatnánk még, és ott lennénk a boltban, és szaglásznánk mi is, meg tanulnánk tőled. Nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál ezen a viszonylag korai órán. Én köszönöm szépen. Nagyon boldog nyarat kívánok nektek is, és a kedves hallgatóknak is, mindenkinek. Köszönjük, viszont kívánjuk. Szépen. Szép napot szép neked. Szép napot. Zoli. Halió.
Zólyomi Zsolt parfümőrrel beszélgettünk, Magyarország orjával, és akkor hát egy pár vélemény érkezett azért így az illatokkal kapcsolatban, úgyhogy ezzel jövünk majd vissza nem sokára. A mikrofonnál a természet hangja, Ölvedi Réka, és aki az óráját eldobja, mielőtt útnak indul, Borsodi Imre! Szép jó reggelt, 9 óra, 4 perc van, ez már a negyedik óránk, és az előző órában elég sokat beszélgettünk az illatokról, ugye egy parfümőrrel tudtunk beszélgetni Zólyomi Zsolt személyében, aki Magyarország orr. Ja, orra, is a Magyarország orra. Igen, hát igen, így szokták őt emlegetni. Igen, ő nagyon-nagyon jó illatérzékeléssel van megáldva már születése óta, és azóta ő folyamatosan fejleszti ezt a fajta tudását, és ebben ő fejlődik, és zseniális az, amiket ő tud megismer szagok, illatok tekintetében. Szerintem egy átlag ember ettől nagyon-nagyon el van maradva, amiket ő érezhet, vagy amennyire az ő szaglása, illatolása kifogásolható, vagy hogy mindent megérezhet szerintem. Szóval nagyon nehéz dolga van az asszonkának otthon, szerintem, majd nehogy odaégesse valamit, vagy ilyesmi, mert akkor jaj a szagoknak, illatoknak. Péter írta nekünk, hogy... hát amennyi dolgot a nők így magukra tesznek, akár krémmel, akár öblítővel, hajápolási termékekkel, és akkor még dezodor, meg parfüm, meg egyebek, hogy ennek a negyedétől nagyjából egy pasi szerinte rosszul van. Hát erre lehet még válaszolni, hogy ki hogyan tapasztalja ezt. Egy másik Péter pedig azt írta, hogy ő Dubajban, amikor ott járt, akkor szaglászott olyan parfümöket, amiket előtte itthon nem nagyon ismert, aha, tehát hogy teljesen eltérőeket, és hogy nagyjából hasonló dolgokat tapasztalt meg, mint amit mondott nekünk az orr, hogy vannak ezek a márkás és jól ismert parfümök, illatok, megszokott illatok, meg vannak az attól teljesen eltérőek, amik igazából így jobban alkalmazkodnak talán az egyéniséghez. És Péter is írta, hogy ő azt gondolta, hogy a fás illatokhoz vonzódik, de Dubajban egészen más illatok jöttek be neki, és nem is voltak ezek a fás illatok fellelhetőek. Szóval, hogy érdekes tapasztalat volt neki. Hát egy ilyen parfümboltba, vagy ilyen illatboltba azért én is bemennék, és biztosan csodás dolgok lennének ott. Ugye egészen más perspektívák nyílnak, igen, ki, meg teljesen más szempontból fogod ezeket a dolgokat onnantól kezdve vizsgálni, hogyha eljutsz egy ilyen üzletben. Én Párizsban voltam egy parfüm szaküzletben, ahol ilyen úgynevezett niche parfümök voltak kiállítva, és ott szagláztam női meg férfi parfümöket is, és olyan zseniális illata volt egyiknek másiknak, hogy az elképesztő, és tényleg, hogyha az emberen, tipikusan mondjuk egy hölgyön van egy jól kiválasztott parfüm, az valószínűleg életed végéig ott marad az orrodba, és hogyha csak a nevét hallod, akkor is érezni fogod azt az illatot. Mármint a csaj nevét hallod? Igen, hát, és nem feltétlenül a teljes nevét, de mondjuk csak a kereszt nevét, mert nincsen mondjuk egymáshoz semmi közül. Igen, keresztül megy a szobán, és onnantól kezdve őt azzal az illattal össze fogod párosítani. Szóval na, nagyon pedig, durva. Zsolt azt mondta, hogy nem elég egy parfüm, hanem hogy minden helyzethez ugye megvan az adott parfüm, tehát hogy mikor, milyen kedved van, stb. Hát igen, jó, csak ezért ez egyfajta luxus tárgyként abszolút funkcionál. Sokaknál. De ahogy említetted, Párizst, hát vagy nem, Franciaországot mondtad. Párizs. Jó, szóval, hogy én imádom Párizst, és szerintem ott két illatot éreztem én, és akkor meg lehet kövezni engem nyugodtan. Tehát, hogy én a bagett és a parfüm illatának a keveredését, de ezt így mindenhol. Tehát nekem ez valami isteni illat, tehát hogy nagyon-nagyon finom. És arra lettem, ott kint többször is voltam, és minden alkalommal arra voltam figyelmes, hogy ott mindenki azért úgy adott magára. Jó, ott biztos vannak olyan kerületek, de értem, oké. De hogy amikor úgy az ilyen felkapottabb helyeken mész, akkor azért úgy olyan parfümtől kiköltöztél illatoz... a Champs-Élysées-re? Igen, igen. És szóval, hogy ott na, ott azért úgy volt itt illat, meg adták a módját annak, hogy ők most kimennek az utcára, és hogy néznek ki. De hát a parfüm, vagy a párizsi divat
ott azért nem kell említenem, mert szerintem meg a milánóit sem, meg még akkor emlegethetnénk akkor az angol divatházakat, hogy Angliában hogyan... Jó, de ha most Párizsról volt szó, akkor most nem hozom fel a világos, teljesen jogos, amit mondasz. Igen, tehát azért ezek az országok, ezek mind történelmileg szerencsésebb helyzetben vannak, mint mondjuk Magyarország. Tehát itt azért egy jó hosszú ideig a nylon iskola köpenyen kívül nem nagyon jutottunk messzebbre, meg a Vörös Október ruhagyár csodálatos termékein kívül nem nagyon más jutott be az országban. Még mondjuk ezekben az országokban több évszázados hagyománya van a parfümöknek, az illatoknak, a divatnak, az öltözködésnek, a szépségiparnak, tehát hogy ők ebből a szempontból jó helyzetben vannak. Talán most már eljutottunk mi is arra a szintre, hogy ezek a kapuk kinyíltak, és mi is beleszagolhatunk és megismerhetjük a kultúrának ezt a részét is, és ezt is tudjuk integrálni. Nyilván sok mindenben még le vagyunk maradva, köztük ezekben is, mert mindenki használ, mit tudom én, Z-kategóriás dezodorokat, meg olyan parfümöket, amiknek köze nincs ahhoz, aminek egy parfümnek köze kellene, hogy legyen, és itt most nem arról beszélek, nyilván mindenki azt vásárolja, amire neki anyagi kerete van, tehát akinek kevesebb pénze van, nyilván az is vásárol magának illatszereket, tehát hogy itt alapvetően az ízlés fejlesztésén lenne a hangsúly, hogy ne az legyen, hogy felszállsz, tudod, egy buszra, és olyan szintű oroszlán szag van, hogy visítva könnyezel. Neked megvan még az impulzus korszak? Hát amikor... maga a korszak meg, de... Hát ezek a sprék. Igen. És akkor volt nem tudom hány fajta, de mindegyik impulzus, akkor azok sorakoztak a 80-es, 90-es évek tinik szobájának a polcán. Persze. Mi volt ott? Megálltunk? Ma milyen kedvem van? Ma ezt fújom magamra. Igen. Ez volt a választék, igen. De mindegy, lényeg, hogy ez egy tök izgalmas, érdekes téma volt, és még egyszer köszönjük szépen Zólyomi Zsoltnak, hogy a rendelkezésünkre állt ezen a korai órán. Kicsit meg is zavartuk őt kutyasétáltatás közben előtte, mielőtt fölhívtuk, hogy na, akkor készen áll le az interjúra. Órákig el tudnám hallgatni azt, ahogy ő beszél a szakmájáról, és ez egy tök jó dolog. Tehát, hogyha az ember megtalálja magát a saját szakmájában, és arról órákig tud beszélni ilyen impulzívan, az egy nagyon klassz dolog. És ő mindig nagyon pozitív. Igen, mert szereti ő is a munkáját. Viszont még jött más visszajelzés is, például ugye a fog... Igen, fog tündérre kapcsolatban. Igen, az se hagyta hidegen a hallgatóinkat, meg hát még ez a női munkakör, vagy hát a női, szóval, hogy a férfias munkakörben nők dolgoznak, erre is jött visszacsatolás Grétától, ráadásul egy hölgytől, aki villanyszerelő papírja is van, igaz, hogy nem dolgozott benne, de ezt majd mindjárt kifejtjük. Úgyhogy jövünk még vissza, és hogyha van még véleményetek, jöhet 0620 97 8 97 8, 5-ös az SMS és Viber számunk. Forrás Café! A szolgálatban is veletek! Na, hát itt is vagyunk 9 óra után 22 perccel. Régen helyeseltél nekem ennyit, Réka, mint most itt a Dientes alatt. Szeretem ezt a dalt. Egyébként van neki egy nagyon jó dinamikája. Némi közlekedési info gyorsan, drága hallgatóinknak, Duna-Szent Miklóson, Tatai út, rendőrök, úgyhogy vigyázzatok, hogyha arra felé közlekedtek, na meg hát úgy amúgy is vigyázzatok magatokra, hogyha útra keltek, jó? Mert hogy ez egy gyönyörű szép nap, ne roncsuk el mindenféle balesetekkel, meg ilyesmikkel. Azzal ne, semmiképpen sem. No, és akkor ugye említettük ezt a fog tündér, ugye? Fogmanót. Kinga írt nekünk, fogászati asszisztensként épp munkába tartok, és hallgatom ezt a fogatlan királynő sztorit, teljesen kiakadtam. Én azt mondom, raboljuk el, altassuk el, és csináljunk neki fogakat. És hogy a fogszabályozó pedig még mindig menő. Egyébként igen. Igen, szerintem is. Csajoknak nagyon jól tud állni, ez szexi, hogy egy csajszínak van fogszabályozója. Mondjuk a lóval, amik is kaja maradék. Jó van, na, ki lehet azt tisztítani. Jó, csak nekem is volt, és ezt nagyon, nagyon nem bírtam, amikor állandóan nézni kellett, ellenőrizni, stb. Ez a szokásom amúgy azóta is megvan. Nem biztos, hogy ez rossz szokás, mert nem, inkább legyen tiszta, mint hogy nem. De igen, hát én is a fogakra szavazok.
Szerintem az nagyon jó, meg szép, és pasiknál is szexi, nem feltétlenül a fogszabályzó, de az, hogyha szépek a fogak, az nagyon-nagyon. Igen. Engem. M1-es autópálya be van dugulva Tatabánya magasságában, útfelújítást jelez nekünk a térkép, úgyhogy ott sem árt kicsit figyelni, úgyhogy alakul azért ez a nap ilyen szempontból, na de ez legyen a legnagyobb problémánk, nem, Réka? Igen, szerintem is ez legyen a legnagyobb probléma. Gréta pedig válaszolt neki, mert hogy ő amúgy villanyszerelő, bár nem dolgozott ebben a szakmában soha, mert hogy villamossági szaküzletben dolgozik. Na ennyi. És ezért kellett elvégeznie, vagy hát ő elvégezte ezt a tanfolyamot, és nagyon érdekes statisztikai adatot tudtunk meg tőle. 60 fővel indult a tanfolyam, ebből 3 lány volt, és 18 összesen a végén 18 fiú, és csak ő végezte el. Tessék. Hát ez nagyon durva arány, bár a tanár azt mondta, maga nő sose fogja elvégezni. Jó, ezt mondjuk, ezt nem szeretjük, amikor így beraknak embereket egy bizonyos polcra, de hát tudjuk, hogy ehhez hozzá kell szoknunk, hogy mindenki el van helyezve egy polcon, és akkor, hogyha megmutatod, hogy ja, hát mégsem arra a polcra való vagyok, akkor utána nincsen vállonverekedés, hogy tényleg ügyes voltál. Akkor tényleg nincs, hát ez csak úgy saját magadnak bizonyítottad, igen, de ez tök igen. Jó, tök viszont jó. Viszont a fiúkkal nagyon jóban voltunk a csoportban, sokat segítettünk egymásnak, általában a jegyzeteim már aznap megkapták. Jó, ez mondjuk erre is jó női sors, igen. És hogy nem dolgoztam egyelőre, még nem is tervezem, de jó dolog érteni, hogy mit kér a villanyszerelő a boltban. Hát igen, meg nem vesznek teljesen hülyére, hogyha igen. Esetleg villanyszerelőt hívsz. Hát vagy otthon, akár nem is kell hívnod hát akkor villanyszerelőt, hanem megoldod te magad. Egyébként szerintem ez tök jó dolog. És az én ismeretségi körömben is elég sok olyan nőről tudok, akik valamilyen férfias szakmát elsajátítottak, akár csak azért, hogy ők értsenek hozzá, és otthon tudják ezt meg azt elintézni, vagy akár még munka is van kilátásban azon a téren. Hát egyébként azok az ingatlanárak, amik most vannak, meg azok a munkadíjak, amiket elkérnek egy-egy adott munkáért, komolyan néha jobban jár az ember, hogyha kitanulja azt a szakmát saját maga, és elkezd benne dolgozni, és saját magának megcsinálni. Mondjad, nézz el rám nagy kerek szemekkel. Igen, mert hogy Zsuzsa is most írt, sziasztok, Zsuzsa vagyok Szlovákiából, én is férfi a szakmában dolgozom, kőműves munkától kezdve a festésig wow. Mindent megcsinálok. Burkolok, nemes vakolatot húzom, vakolok, és ha nagyon muszáj, akkor még betonozok is. Azt a nagyon komoly vagy. Általában megrökönyödést okozok, hogy ilyen munkát végzek, de szeretem csinálni, és még ráadásul jól is csinálom. Nem öndicséret, ezt mondja a főnököm, és már 7 évet csinálja, és folyamatosan tanul. Weboldal is, telefonszám? Nem. De tényleg, tehát ez tök jó, hogy most már ti nők, csajok, ti is elindultok olyan irányba, hogy ezeket fölmeritek vállalni, meg belemertek állni ilyen szakmába. És nem az van, hogy mondjuk a pasik mennek el feltétlenül nőies munkairányba, mint amit említettünk is, hogy elmennek már hapsik műkörmözni, sminkelni, és még sorolhatnám ezeket a dolgokat. De ez az egyenjogúsághoz akkor végig is hozzájárul, nem? Abszolút, én is úgy gondolom. Akkor a nők is mehetnek olyanba, meg a férfiak is mehetnek. Vigyelj, a tesóm ő például önkéntes tűzoltóként dolgozik. Amíg nem született meg a 2 gyerkőc, addig vonulós önkéntes tűzoltó volt. Tehát, hogy ő is ebbe tökre beleugrott. Lehet nő önkéntes tűzoltó? Önkéntes tűzoltó vonulós lehet, hivatásos nem. Hogyha igen, jól tudom. Én is tehát úgy tudom, hogy hivatásos vonuló lehet. Nem, önkéntes vonulós ő igen. De ott akkor az miért megengedett? Mert ez az érdekes. Nem hivatásos. Aha, értem. De köszönöm a választ, elég kielégítő volt. Jó, tehát hogy ez egy tök jó dolog, hogy belemertek ugrani ilyesmikbe, csak annyi a kérés, hogy vigyázzatok magatokra. Mert hát fontosak vagytok nekünk, pasiknak, és hát nélkületek azért nem lenne olyan a világ, mint amilyen veletek. Hát meg nem lenne olyan beton ezek szerint Szlovákiában. A szlovák Zsuzsa beton az mindig híres volt, igen. Na, maradjatok velünk, jövünk vissza rövidesen. SMS és Viber számunk, hogyha bármi közlekedési infótok lenne még, azt várjuk sok-sok szeretettel, aztán jövünk vissza Laurával, 0620 978 975-ös. Forrás Café! Mi tudjuk, hogy sikerülni fog! 9 óra után vagyunk 37 perccel, és ismételten kiegészült a csapatunk, megérkezett hozzánk Laura, vörös hajával, széles mosolyával, úgyhogy most már körbe vagyok mosolyogva hölgyekkel, és hát mi más is hiányozhatna egy tökéletes naphoz.
Tehát most már nem hiányzik semmi, sziasztok. Hello, kíváncsi vagyok, hogy a széles után mi jön. Válnak, gondoltam, hogy széles vállalatok. Széles vállalatok érkeztem. De nem. Rágyúrtam erre a mai napra. És azoknak a hölgyeknek sincs valószínű szélesebb vála, akik valamilyen férfias szakmában helyezkedtek el, mert ma ez volt a témánk, Laura. Nem tudom, hogy neked van-e az ismeretségi körödben olyan barátnő, ismerős nő, aki valamilyen férfias szakmát űz éppen, villanyszerelő, nem tudom, asztalos. Aki konkrétan ezt csinálja, nem, de tudom, hogy egyikőjük vonzódik az ilyen, tehát tényleg így a felújítás, vagy éppenséggel most nagyon nem jut eszembe a szó. Kőműves munkák, igen, köszönöm szépen, itt közben összeállt a képen nem is. Tehát az ilyen jellegű munkák iránt, és hogy tényleg, de lényegében bármilyen nem ő ilyen házlakás felújítási folyamatról van szó, abban nagyon szívesen kiveszi a részét, és nagyon szereti. De nem ez a főállása, viszont neki ez egy ilyen abszolút kikapcsolódási, aha, pont. De ez egy tök menő dolog szerintem. Is. Meg ez ilyen fiúslányok, akik mondjuk inkább apa mellett tevékenykedtek gyerekkorukban, és nem Barbie babáztak, ők szerintem mind ilyenek lehetnek. Ezt egyébként én is szerettem régen, és vannak olyan fotók, és akkor ezt párszor megkaptam, hogy persze már régen még milyen szívesen mosolyogtam ott mosogatás közben a fotókon, meg kapartuk éppen a falról a festéket, aztán utána megmázoltuk tovább, és akkor megkaptam, hogy aztán volt egy olyan időszak, amikor meg kevesebbet láttak otthon a ház körül segíteni ilyen dolgokban. Na mindegy, de hogy én is időnként, hogyha éppen mondjuk saját felújításról van szó, akkor oda szívesen bekapcsolódok. Mm. Tehát úgy egyes folyamataiba. Azért nem mindenhez tudnék hozzászólni. Persze, hát ezek nyilván egy jó részét tanulni kell, de egyébként kaptunk még itt üzenetet, mióta ez a témánk van, és tök sokan írtak. Írta például Adrián nekünk, hogy nemzetközi női autóbuszvezetőként sokszor vannak előítéletek, de ettől függetlenül imádom minden percét. Szóval hajrá minden csajnak, olyan jó, hogy beszéltek ilyenekről. Igen, tehát hogy nemzetközi autóbuszvezető, meg kamion sofőröket is láttam már, csajokat. Na de milyen csajokat? Szóval, hogy nagyon, nagyon komoly, hogy... Beülnél abba a kamionba, mi? Hát igen, elmennék veled Bulgáriába meg vissza kétszer. Szóval, hogy ja, ez tök jó. De amúgy én láttam ilyen hirdetést is, hogy sofőr nők, tehát hogy buszok végén, hátulján sofőr nő hirdeti az állást magát, tehát hogy... Szerintem most lehet, hogy pont így... azért, hogy ne érezze senki azt, hogy mindig férfiakkal ábrázolják, tehát hogy ugyanúgy lehet egy női munka is igazából, vagy bárki elvállalhatja. Meg Budapesten ilyen sok troli vezetőt, igen. Meg villamos, metró, tehát egy ilyen taxis nők is vannak, igen. Bár ez nem szakma, de például egyre több csajt látok motorozni is, nagyobb termetű motorokon, tehát hogy tök jó, hogy ezt így bemeritek vállalni, és ha vannak határaitok, amiket úgy éreztek, hogy azok határok, azokat meritek leküzdeni, meg meritek átlépni, meg máshova tenni a komfortzónát. Nyilván van ennek is egy jó ízlés határa, hogy most akkor ezt meddig toljátok el, vagy meddig vagytok képesek ezt vinni, de azért ez imponál a paliknak is ám, hogy ilyesmikbe belemertek ugrani. Mert erre azt mondja egy férfi, hogy na, milyen belevaló, meg milyen menő, meg igen, hogy vagány csaj. De hogy szerintem ebben nyilvánul meg az, hogy akkor legyen esélyegyenlőség, hogy miért ne csinálhatnánk például ilyeneket. Tehát persze, nincs ebben semmi gond. Viszont szerintem az is fontos, hogy tényleg érezze a késztetést arra, hogy igen, én most akkor ezt szeretném csinálni, ne azért, mert hogy valakinek megmutatom, hogy én ezt is szeretem, de közben pedig írtózik az egésztől, persze, mert akkor ez úgy nem is... Hát én sem csinálnám azt, hogy 5 órakor lelépek otthonról, és megmutatom a barátnőmnek, vagy asszonypajtának, hogy figyelj, nagyjából 6 óra környékén érek vissza este, addig légy ezt a részt, ezt vakod le. Tehát azért nem, ez túlzás lenne. Utána leszek boldogna. Így van. Ja. Igen, az a cikk, amit találtunk különben ezzel kapcsolatban, hogy ilyen férfiasabb szakmákban nők is megállják a helyüket, sőt az építőiparban egyenesen, hogy például egy villanyszerelő nőt mutattak be, aki nagyon-nagyon szereti a munkáját. Néha bajban van, amikor mondjuk ugye le kell zúzni egy adott falat, vagy át kell ütni, vagy ilyesmi, ez egy kicsit lassabban megy neki, de azt mondta, hogy megfelelő eszközzel ezt is tudják könnyebbíteni, az ilyen nehezebbnek tűnő dolgokat, meg hát mondjuk akkor ebben a részben egy picit lassabban halad, de vagy akkor is meg tudja csinálni. Vagy lehet segítséget hívni, hát miért ne?
Amúgy ti, mint csajok, szerintetek nektek hol van az a bizonyos határ, amikor azt mondjátok, hogy oké, ez innentől kezdve egyáltalán nem nőies, én, mint nő, ebbe így nem állnék bele, nem foglalkoznék ezzel, inkább rábízom a pasira. Nekem változott ez a dolog, mert hogy amíg egyedül voltam, egyrészt rá is voltam kényszerülve, más meg én is szeretem az ilyen fiúsabb dolgokat így a ház körül megcsinálni, de most, hogy ott van mellettem a párom, és ő meg tökre érti ezeket, és tök jól, meg gyorsan megcsinálja, így most én így ebben így egy háttérben jöttem egy kicsit, és rábízom ezeket, és tök jól esik, hogy ő ezeket megcsinálja, és nem kell nekem. Viszont ha nem lenne ott, vagy nem ér rá éppen akkor, akkor nem esnék kétségbe, és szerintem ez egy ilyen tök jó egyensúly. Nekem is igazából nem azt tudom mondani, hogy egy olyan erős határ, hogy ez most innen pasis, ez meg innen csajos, mert ha valamiben így látom azt, hogy hozzá tudok tenni, akkor szívesen kiveszem a részem, de mondjuk én tudom magamról, hogy az ilyen nagyon műszaki, vagy az ilyen technikai dolgokhoz annyira magamtól nem mernék hozzányúlni, tehát inkább akkor ott kérek segítséget. Ha jobban érteném, akkor tehát, hogy nem mondanám azt, hogy nem, csak meg beismerem azt, hogy mi az, amihez nem tudok hozzászólni, és akkor inkább rábízom arra, akinek több köze van hozzá. De nem tudom, hogy mi volt az, amire azt mondtam, hogy bocsi, de ebbe most innen, mert ez már úgy nem az én vonalom. Most ez nem jut eszembe. Szerintem egészen sok mindenbe bele tudok menni, hogyha éppen úgy hozza a helyzet. Aha. Na hát ez egy tök izgalmas téma volt, és tökre örülök neki, hogy ezt így ki tudtuk tárgyalni veletek is, meg a drága hallgatókkal is. Most itt az ideje, hogy elbúcsúzzunk, aztán majd holnap reggel jövünk újra. Hasonlóan izgalmas témákat próbálunk nektek prezentálni reggel 6 órától Ölvedi Rékával. És Borsod Émivel. Addig a mai napra legyetek jók, vigyázzatok magatokra, a hölgyeknek puszi, a srácoknak pedig pacsi. Csáosz! Most hagyjuk Rékát is Imit egy kicsit pihenni, de ne feledjétek, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Forrás Caféval ébredhettek. Ha nem bírnátok addig, hallgassátok vissza a teljes adást a YouTube csatornánkon, vagy a Spotify-on.